neked a színpadon Réti Lászlót, a falak mögött című könyv szerzőjét. Ez az egyik kiemelt kötetünk a karácsony előtt. Még mielőtt Lászlóhoz fordulnék kérdésekkel, elmondom nektek, hogy most vagyunk élőben, akkor újra elmondom. Köszöntöm a színpadon Réti Lászlót, a falak mögött című könyv szerzőjét. Még mielőtt Lászlóhoz fordulnék kérdéssel, elmondom nektek, hogy fantasztikusan indul a könyv, aminek nagyon örülök, mert én szerkesztettem, és nagyon-nagyon élveztem az olvasását. Picit az elején döcögött, mert talán azt gondolták a olvasók, reménybeli olvasók, hogy mivel migrációs kérdés, gyűlöletkeltésről lehet szó, de minél többen olvassák el, annál inkább kiderül számukra, hogy László olyan érzékenyen érinti a témát, hogy mindenkinek a szempontját figyelembe veszi, mindenki falai kövétünk mögé bekukkant. Réti László volt nyomozó, a egyik legnagyobb, legfontosabb jellemzője, hogy emiatt nagyon fontosnak tartja, hogy pontosan írjon. És mindig arról írjon, amihez ért. Erről beszéljen, legyen szíves. Üdvözlök én is mindenkit. Igen, én nem szeretem ezt a szót, hogy arszpoétika, de abból szoktam kiindulni, hogy ha már valaki megtisztel azzal, hogy megveszi a könyvemet, vagy leveszi a polcról, és elolvassa, akkor én azzal tudom ezt megtalálni, hogy egyrészt szórakoztató, másrészt nem helyezek el benne hibákat. Ez azt jelenti, hogy íróként nyilvánvalóan teljes mértékben nekem utána kell néznem azoknak a helyszíneknek, történéseknek, maga a sztori megtörténhetette, akár fizikailag, akár szubjektívan nézve, ne legyenek benne gondolati bukfencek, ne legyenek benne olyan csavarok, amelyek a valóságban nem működnének. És ebben valóban a 20 év zsarumó út, amivel egy jó 10-12 évet nyomoztam is, ez egy elég komoly segítség. Többször tapasztalom más szerzőknél, hogy olyannal keresnek meg, amikor fölteszik a kérdést, hogy a rendőrségem egy nyomozásban ez hogy néz ki, az teljesen nyilvánvaló számomra. Viszont ha belegondolok, akkor meg rájövök, hogy ők ezt igazából sehonnan nem tudnák kideríteni. Úgyhogy ebből a szempontból igen, abszolút figyelek el. Olvasás közben ez nekem is nagy élmény volt, amikor egy-egy tűzharc, vagy a merénylet előkészítése, vagy egyéb találkozók, hogy hogy zajlik le egy konspirációs találkozó, ez nagyon-nagyon izgalmas, és sütött a szövegből, hogy László tényleg tudja, hogy miről beszél, ismeri ezeknek az embereknek a felkészültségét, a motivációit, az eszköztárát, a lehetséges kimeneteket, ugye, hogy van egy éttermi jelenet, ahol egészen ártatlanul indul a beszélgetés egy Németországba kidobott alvóügynökkel, nem árulom el, hogy mi lesz a beszélgetés vége, de ezek a kis jelenetek olyan szinten építik a történet hitelességét, hogy én úgy éreztem, hogy szinte azokban az években élek, és átérzem, hogy mi történik, meg milyen veszélyek fenyegethetnek. Maga a történet négy szereplő szálán fut. Melyik szereplő a kedvence? Nincs benne kedvenc szereplőm, illetőleg azt mondom, hogy ha a kedvenc szereplőmet kell megnevezni, akkor az egy ötödik lenne benne. Egy nem mellékszereplőnek mondanám, fontos szerepe van, de nem a négy főszereplő között. A négy főszereplőnél maradva ugye a terrorista, az egyetemi tanár, az újságíró és a nyomozónő. Igyekeztem megteremteni azt az egyensúlyt, hogy mindegyik azonos súllyal szerepeljen a könyvben, és mindegyik el tudja mondani azt, meg tudja mutatni azt, ahogyan ő látja a világot. És az egyik fontos tanulság egyébként ennek a könyvnek, itt kint is beszélgettem róla, hogy ez nem fekete és fehér, hanem a köztes árnyalatnak, a szürkének nagyon sok árnyalatát mutatja, hiszen mindenkinek igaza van ebben a kérdéskörben, és most a migrációról beszélünk, és senkinek nincs igaza. Annak is igaza van, aki el akar menekülni egy háborús övezetből, egy éhénység, vagy egy vízhiány elől, és annak is igaza van, aki viszont nem akarja óvni a kultúráját.
a bombot egy-egy meglepő, itt a szürke 50 átjelatával, csak erotikát kedvelő olvasók kedvére elmondom, hogy némi forró jelenet is került a regénybe, de igazából ez nem a főszál, csak apróságokban jelenik meg, de vissza a főszereplőkre. A nyomozónő nagyon érdekes karakter, hiszen egyrészt önmaga is ezt a sokszínűséget képviseli, hiszen egyrészt egy jéghideg profi, évtizedek óta zsarú, vagy felderítő, vagy nyomozó különböző posztokat töltött be, most felderítő tiszt, ugye, vagy elhárító tiszt, mert ez a pontos, elhárító tiszt. Tehát jéghideg profi, személyes indítatása is van akár a bosszúra, de közben mégis ott van a nő, a magánember az érzelmi életével, illetve azzal a gondolkodásmóddal, ami az intelligens emberek sajátja, hogy meglátja a másik oldalt. És ami nekem még érdekes volt benne, és amikor magával először beszéltem, nagyon érdekes történet volt, egy picit személyes, amikor a Lászlóval először beszéltem, akkor azt tapasztaltam, hogy én, aki általában szeretem kiismerni az embereket, és egy-egy jó kérdéssel átadom a szót, és hagyom, hogy beszéljen, egyszerűen az történt, hogy ült, és folyt belőlem a szó. Csak ugye, pillanatokon belül ott találtam magam, hogy hihetetlen módon kiadom magam egy teljesen ismeretlen ember előtt, aki úgy tud hallgatni, hogy az ember megnyílnak a csapok. Ezt gondolom egyfajta profizmus is, ugye? Beszéljen erről egy kicsit? Én ezt nem mondhatom, hogy ez profizmus vagy nem. Az tény, hogy hát ez nem fog szépen hangzani, de gyilkosok is megnyíltak nem egyszer egy idő után. Egyszerűen megvannak azok a technikák, hogy hogyan kérdezzünk alá. És amikor először találkoztam, akkor hadd mondjam el én is az én verziómat, tehát azért én is kíváncsi voltam, hogy kivel ülök le. Úgyhogy Ildikó egy beszélgetésre jött, én egy kihallgatási szituációban ültem, tehát így azért így nézett ki, úgyhogy valóban ő beszélt többet, de nekem ez egy abszolút megfelel. Hozzá kell tennem, hogy egyáltalán nem tűnt kihallgatásnak, csak egy bizonyos ponton állt, hogy úgyis nem ért beszélek, hogy mennyit. Most is érdekes, hogy mennyit beszélek, holott ilyen volnék az, aki az interjút csinálja. Ez már az hadszerre összekér, hogy folyjon belőlem a szó. Szóval Margi, az elhárító tiszt, ez a profi, aki egyébként megmutatja a személyes életét is. Őt miért szereti? Azért, hát én nem állítottam, hogy szeretem. Tehát most egy kicsit visszalépek. Én azért egy nyomozónőt választottam ide inkább, mert sokkal érdekesebb a karakter, mint egy nyomozó férfi lenne. Eleve az orvosoknak a nagy része hölgy, és egy nő sokkal izgalmasabb reakciókat tud egy helyzetben mutatni. Amikor én elkezdek írni egy könyvet, én a főbb szereplőimnek meg szoktam írni az életrajzát, pont azért, mert amikor egy olyan választó vízhez jutok, hogy valamilyen szituációban döntenie kell, ha visszaolvasom az ön életrajzát, nagyon sokszor önmagától kiugrik számomra az, hogy ez az ember ezzel a múlttal, ebben a szituációban mit lépne. És innentől ez hiteles lesz, és amit ma olvastam egy kritikában, logikusnak látszik. És logikus is egyébként, hiszen az az ember azzal az előélettel így döntene. Még az, teszem azt egy regény technikai szempontból, vagy amit megszoktam Hollywoodba, egy teljesen a kockából kilépő megoldás is. Hadd mondjak egy másik momentumot a szerkesztői munkából, mi most eszembe jut azt a megírt életrajzokból. Nem csak ebből a szempontból profi a szegény munkájának felépítése, hanem szinte egy mérnöki munkát láttam magam előtt, azokkal a cselekményvázlatokkal, hálókkal, amit maga jó előre megírt, és azt töltötte végül föl. Úgy látom, szereti ezt a módot. Forgatókönyvírást is tanultam, Ildikó előtt az nem titok, és az amerikai forgatókönyvnek van egy rettenetesen szoros váza, egy keret, a 8 szekvencia. És én ezt alkalmazom most már tudatosan a könyveimnél.
érzés. Ez pedig azt jelenti, hogy ha megnézzünk egy amerikai filmet, ami 120 percre mondjuk be van lőve, akkor előre meg lehet mondani egy stopperre, hogy milyen percben lesznek olyan változások, olyan történések, amik túl lendítik, vagy más irányba viszik a cselekményt. Mert ezek hajszál pontosan meg vannak konstruálva. Én ezt hoztam át a regény vázlatára, ugyanis számomra nem a regény megírása az agymunka, hanem a vázlatnak az elkészítése. És ha tudom, hogy honnan, hova akarok eljutni, akkor nagyon könnyű felrajzolni azokat a töréspontokat, amikre aztán mint egy csontvázra föl lehet építeni a hús, a bőr, az ereket, és egyszer csak ott van a könyv. Ez most olyan szinten működött, hogy például ezt a könyvet én még nem olvastam egyben. Tehát Ildikóval, amikor megbeszéltük májusban, hogy akkor szeptember 30-ra leadom, hol mondom, az 4 hónap. Igen, csak én ebből 2,5 ellévet szóltam, mert ugye van még időbőven. Majd augusztus 19-én számoltam egyet, és mondom, ez most úgy fog kinézni, hogy minden nap 10-11 oldalt meg kell írnom, tehát keltem 6 héten keresztül 4-kor, és írtam 7-ig, meg este 10-től éjfélig. Tehát amikor én készítettem egy fejezettel, azt a fejezetet elolvastam, hozzáollóztam a már kész részhez, és mentem a következőre. Viszont mivel szeptember 30-án 23.50-kor küldtem át 10 perccel a határidő vége előtt, nekem nem volt időm ezt egybe elolvasni, de viszont bízom a vázlatomban, hogy nem volt benne logikai bukkenc. Mert a vázlat nem is kész volt, már szabadszám. És egyébként ez a módszer az, ami azt biztosítja, hogy letehetetlen a könyv. Mert megvannak ezek a strukturális pontok, és maga meg az írás módjával, a fogalmazási készségével csodálatosan föl tudja öltöztetni, és ezeket az előre megírt személyiségeket, akik eleven szereplők már a történet megindulása előtt mozgatni. Igen, tehát ha eddig nem ez valami nyilvánvaló, én abszolút nem tartom magam művésznek, nincsenek ilyen algőrjeim sem. Én úgy gondolom, hogy ez az írás nekem egy nagyon kellemes hobbi, és szeretem is annak csinálni. Én azt gondolom, hogy amikor a forgatókönyvírást tanultam, ott mondták, hogy nem kell kitalálni már, hogy hogy kell forgatókönyvet írni, meg hogy kell filmet csinálni, mert azt már kitalálták. Tehát ne találjuk föl a meleg vizet. Az, hogy ezt a keretet hogyan töltjük ki, na abban van az alkotás. Magam részéről én ezt képviseltem, és írjuk, hogy most már ez a másodszor szembesül, hogy én addig alkotok, amíg leadom a kézirat első verzióját, és akkor azt szoktam mondani, hogy jó, itt van a nyers, és akkor az, hogy ebből egy termék legyen. Mert egy könyv, akár tetszik, akár nem, az egy termék, egy áru, amit vagy megvesznek az emberek, vagy nem. És a végén, végül is ez a fokmérője. Az, hogy ez termék legyen, ahhoz viszont már rajtam túlmutató szaktudás kell, ehhez kell a szerkesztő, a tördelő, egy jó borító, marketing, sales, és így tovább lehetne sorolni. És ebben szerintem velem könnyű dolgozni, mert én nem lovagolok ilyenkor szavakon, hogy de azt hagyjuk benne. Illik után 2-3-szor hívott fel a szerkesztés közben, hogy ezt talán nem kéne vele. Javítson ki, azt mondtam, hogy húzza ki. Igen, ez nagyon gördülékeny volt tényleg, tehát nem volt semmi ilyen sértett alkotói büszkeség, amitől időnként fázhat az ember. Igen, ennek nagyon örülök, hogy szórakoztató regényeket szándékozik eleve írni, hiszen mi is szórakoztató regényeket szeretnénk kiadni. Tehát azt gondolom, hogy a könyv majd képző az az élményre alapoz, arra az olvasási élményre, ami feltölti az embereket, kitölti a hétköznapjaikat, lelazítja őket, vagy esetleg éppen felpörgeti. Úgyhogy ez egy nagyon alkalmas kötet erre. Itt a háttérmunkára még annyit szeretnék, megint egy apró műhelytitkot, hogy nagyon sokáig szenvedtünk a borítóval. László egy kicsit már aggódott is, talán kezdte elveszteni a bizalmát bennem. Én nem szoktam ezt, tehát én nem vesztettem el, mert úgy gondolom, és nagyon sokszor tapasztaltam már, hogy amikor jó dolgokat csinálunk, akkor nem mindig érdemes erőltetni. Viszont megvan valahogy a munkánkon egy olyan, mondjam, áldás, hogy a legváratlanabb pillanatokban jönnek sugallatok, és ez a borító pontosan így történt. Rengeteget agyaltunk, tényleg ezek palacsféltek, és módon mindenféle módon próbáltuk kitalálni, fölépíteni, hogy milyen legyen a borító, és egyszer csak így jött. Megtaláltam ezt teljesen véletlenül, és az a vicces be,
benne, hogy ez a borító, ez körülbelül egy olyan struktúrát jelent, amit László májusban leírt, hogy körülbelül milyet szeretne, hogy milyen én, nem, az nem jó, hogyha... És küldött is egy fotót, és mondta, hogy nem jó, hogyha burka, meg ijesztő, és stb. De azt el nem mertem képzelni, hogy találunk egy ilyen burkás alakot, ahol a szeme ennyire nyitott. Hogy nem az egészen zárt világ, hogy azt tudja sugallani, hogy ez a történet beengedi az olvasót a személyes sorsokba. Ennek a négy főszereplőnek a sorsába és a történetébe. Egy másik főszereplő a egyetemi tanár. Ő az egyik mozgatórugó, és aki még abban a szempontból érdekes, mert elmond nekünk egy csomó mindent a migrációról, annak a hátteréről, a társadalmi, hogy is mondta, milyen iskolába járt, milyen doktori. Ezt most is járok, egy geopolitikát hallgatok. Tehát ebben a könyvben nagyon figyeltem arra, hogy az olvasmányos formában, de benne legyen az a tudásanyag, ami egyébként visszakereshető, és a legújabb migrációs tendenciákat mutatja. Nem az az érdekes benne, hogy hogyan jönnek be, hanem az okok, a mögöttes okok. A demográfiai adatok. Az, hogy ez mennyire matematika, és hogy ez az egész kérdés, ez mennyire eldőlt már függetlenül attól, hogy mit akarunk, vagy mit gondolunk, hogy meg lehet változtatni. Nem lehet megváltoztatni. Tehát ez kész tény. A másik, ami az anyaggyűjtésben, elég sokat jártam külföldön, tehát itt a regény kapcsán most kétszer voltam Törökországban is, és meg is értek kimenni, mert az egyik szereplőm, ennek a gondolatait onnan szereztem, egyébként annak a szereplőnek az illetője itt is van a teremben, de most nem fogom felszólítani. És például még szeptember közepén is ki kellett ugrani egy pár napra Párizsba, mert még egy néhány dolgot ellenőrizni kellett, amit egyszerűen tudtam interneten megoldani, tehát muszáj volt kimenni. De ebből következően megint csak azt mondom, hogy mind a helyszínek, mind a történések, mind a jellemek, azok nagyon-nagyon valósak. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem egyszerűen újságírói technikákkal dolgozik, mert gyakran látunk olyan kalandregényeket, amikor igazi fikciót rakosgatnak, olvozgatnak össze szerzők, meg amit vélnek valóságnak, hanem tudományos tények és tudományos alaposságú kutatás van mögötte. Mondom őszintén, engem ez bosszant is, tehát nyilván olvasok másoktól is ebben a műfajban. Én jellemzően krimit szoktam olvasni, meg thrillereket, pusztán azért, mert ezt kapcsol ki, tehát annyi minden egyebet csinálok, hogy amikor én olvasok, vagy eldőlök végre egy könyvvel, akkor én tényleg kikapcsolódni akarok. És nagyon sokszor bosszant, hogy mennyire egészen nagy példányszámban, most ezek óvatosan fogalmazni, egészen nagy példányszámban megjelenő könyvekben, és a 150. oldalon egy olyan hiba van, amiről pontosan tudom, hogy innentől az egész sztori nem történhet meg. És mégis átmegy egy csomó szerkesztőn, és sikerré válik. Lehet, hogy erre van igény egyébként. Igazából nem biztos, hogy mindenkinek van igénye arra, hogy ez feltétlenül valós legyen, a könnyebb kikapcsolódás a lényeg, itt a maga arszpoétikája a lényeges, hogy mit tart fontosnak, hogy mit adhat ki a kezéből. Csak akkor címit kell írni, nem pedig címit. A harmadik szereplő egy New York-i újságírónő, erősen mozgatja a cselekményt, egészen érdekes kategória annak a mai globális személyiségnek a megtestesítője, aki azt hiszi, hogy minden valahol körülötte forog, illetve nem kerülhet bajba. Egészen komoly vállalása van ennek a hölgynek. Igen, én folyamatos harcban állok magamban az újságírókkal, ugyanis azzal a felkiáltással, hogy már pedig az embereknek joguk van róla tudni, emögé nagyon sok mindent eldugnak, és ezzel egyébként nagyon sokszor már életeket sodornak veszélybe. Az amerikai tengerészgyalogságnak volt pár éve egy partraszállása valahol Nyugat-Afrikánál, amit a CNN elkezdett élőbe közvetíteni. Hát gondolom, ezt nem kell mondani, hogy ez mennyire veszélyes azokra a csapatokra, de ez csak egy szélsőséges példa. És amikor ma is azt halljuk, hogy Aleppóban megöltek egy újságírót,
vagy egy másik szíriai városban egy fotós, akkor azt komoly hírként vállalja a média. Igen, ám csak aznap megöltek 250 másik embert is, akiknek sajnos ott kellett lenni. Neki nem kellett volna ott lenni. Tehát nem gondolom, hogy őt jobban kéne ezért sajnálni. Tudomásul kell venniük nekik is, hogy egyszerűen nem sérthetetlenek, és nem tudnak az események fölött dolgozni. Ez az újságíró ezt a típust testesíti meg, és egyébként az ő szemén keresztül meg valóban a globális rálátást igyekeztem megmutatni. A negyedik szereplő pedig a merénylő. Az az érdekes számomra, hogy az ő motiváció is csodálatosan le vannak írva. Tehát egészen együtt tudunk vele érezni. Amikor a könyvről először hirtattuk, akkor a legelső komment azzal vádolt bennünket, hogy ez egészen biztosan gyűlöletkeltő. Hogyha valaki jól olvassa ezt a könyvet, pontosan látja, hogy leginkább ezt akarta László elkerülni. Hiszen maga a merénylő Mukhtár is eleven érző emberként van bemutatva, ám bár a szakmája némiképp az érzelmeket már kiölte belőle, csak keveset enged pislákolni. De mégis a motivumait világosan látjuk, és fölfedi ezeket. Illetve ami nekem még izgalmas volt, hogy látjuk többször akcióban. Hát ha már krimit olvasunk, akkor én azt gondolom, hogy mondtam ugye, hogy egyfajta sémára elhúzom, hogy milyen töréspontoknak benne kell lenni, de a korábbi könyveimet visszanézve ezek abban is benne voltak, csak nem ennyire pontosan. Ennek az az oka, hogy úgy gondolom, hogy egy krimit akkor veszek le a polcról, és akkor tartom a kezemben, és nem rakom le, ott 30 oldalanként történik valami. Megölnek valaki, üldözünk, kiderül valami. Ez mozgat előre egy krimit, ez mozgat előre egy thrillert. Aki ennek megfelel, annak olvasni fogják a könyvét, és ebből következően ebben vannak akciójelenetek is nem kevés. Tény ugyanakkor, hogy ezeknek ez nem önmagáért való, hogy most kicsit pörgessük meg. A forgatókönyvnél is mindig azt mondták, hogy amikor megvan egy jelenet, nézd meg, hogy működne nélkül a film. Ha igen, akkor ki kell dobni, mert akkor nem kell bele. Én azt gondolom, hogy ebben nincs olyan fejezet, ami ne kellene bele, és a fejezeten belül is ebből, és nagyon hosszú, hát 800 ezer leütés maga a könyv, nem hiszem, hogy egy 20 ezernél többet most még ki tudnék húzni belőle, hogyha azt mondanák, hogy egy kicsit szorosabbra kéne venni. Nagyon sok mindent mondott, hogy egy egész sor gondolat tolul föl a fejembe, de leginkább azt szeretném kiemelni belőle, hogy élményszerűen mutat be egy olyan elkövetkező világot, amit nekem nagyon izgalmas volt most előre megismerni. Látom a kérdést. Igen, hát az összes könyvem közül ez most mindig azt mondom, hogy a legutolsót szoktam a legjobbnak tartani, ergo most ezt megint a legjobbnak tartom az eddig megjelentek közül. És valószínűleg ezért folytatom, mert ha nem azt érezném egyszer, hogy valamelyik gyengébb, akkor ezt ott kéne elgondolkodni, hogy most elindult lefelé. Ez a könyv nekem azért volt újdonság, mert az első olyan, ami a jövőben játszódik, egy 17 év múlva képzeltem el Európát, és tettem ezt úgy, hogy egy este, amikor erre a könyvre készültem, akkor leültem egy A4-essel, a konyhaasztal, ahogy kell, meg egy toll, és egy olyan másfél-két óra alatt fölskiccelgettem magamnak, hogy most hol áll Európa, mit látunk, milyen tendenciákat, és amikor ez papíron van, akkor itt ebből következik ez. Ezt leírtam, hogy mi következik majd abból is, és ezekből a következtetésekből is újabbak jöttek. És ebből alakult ki egy nagyon csúnya világ, mivel a fülszövegben is benne van, tehát ezzel nem spoilerezzük el, tehát a könyv koncepciója szerint 2033-ban a teljes déli határon egy nagyon komoly 6 méteres fal húzódik Európában, őrtornyokkal érvényben lévő tűzparancsal, a bevándorlás abszolút irányított, tehát csak azt engedi be Európa, akire szüksége van a végzettsége, vagy valamilyen speciális tudása miatt, és nem engedi a család egyesítést, tehát nem lehet 15-20 embert behozni, ha egyet beengedtünk. Nyilvánvalóan ez nem egy szép jövő, ez azt jelenti, hogy az európai ember értékeket adott föl. Én úgy gondolom, hogy az európai ember vagy fölad értékeket, vagy föladja nagyon hamarosan az egész értékrendet. Sajnos most ilyen világot élünk, és a könyvnek egyébként ez az egyik elgondolkodás,
oktatásra sarkaló mondani valója is, hogy jelen pillanatban az európai jogrendszer akadályozza meg azt, hogy Európa megvédje önmagát. Azon gondolkoztam még, hogy mit mondjuk az olvasóknak, és ez kettő között is volt téma. Most maga is többször mondott ki műfajokat. Krimi, thriller. Valahol egy egészen eredeti, egyedi műfaj ez, aminek azt a nevet adtuk, hogy dark action, és boldog vagyok, hogy annak az egyedi alkotónak, akik most itt a színpadon tiszteltek Rétinásztónak a könyvét kiadhattuk ki, mert azt gondolom, hogy ez tényleg unikum a piacon ilyen szinten földolgozni egy ilyen problémát, ami mindenféle bombasztikus hangot mellőz, csak maga az olvasmány élmény az, ami előre viszi az embert, és akit érdekel, aki kíváncsi, aki próbál előre válaszokat találni arra, hogy vajon a jövőben ő, vagy a gyermekei, vagy az unokái hogy tudnak egy világban élni, annak mindenképpen ajánlom a Falak mögött című könyvet. Köszönöm.